Az Azul minden idők egyik legsikeresebb társasjátéka. Azon túl, hogy megnyerte a Jahres nagy nagydíjat, több folytatással is rendelkezik. Az első részhez érkezett rögtön egy pici kiegészítő, lett egy külön játszható folytatás, egy harmadik rész, egy negyedik rész, a harmadik részhez külön készült egy kiegészítő, és megérkezett az Azul csokoládé műhely, mely az első résznek egy áttematizált változata, mely ennek a videónak a tárgya. Üdvözlök mindenkit, hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Mivel mindegyik azul részről külön készítettünk videót, amelyeknek a linkjei természetesen nem lesznek, elhatároztam, hogy a nagy egészről és külön erről a csokoládé műhely részről szeretnék egy hét gondolat videót megosztani veletek. Az azul csokoládé műhely manufaktúra korongjainak különleges képességei lettek, és ha ketten játszatok ötöt, hogyha hárman játszatok, akkor hetet, hogyha négyen játszatok, mind a kilenc manufaktúra korongot a kék oldalával fölfelé tegyetek asztalra, ezen kívül ahányan játszatok, annyit fordítsatok föl. Minden forduló elején cseréljétek ki ezeket a korongokat, hogyha ketten vagy hárman játszatok, keverjétek újra mind a kilencet, és hogyha ketten játszatok kettőt, hogyha hárman, akkor hármat fordítsatok fel, és ezeknek lesz valami kis extra szabálya, amit a játékszabály hátoldala egyértelműsít. Érkezik egy pici kis taktikai variáció minden forduló elején, amihez alkalmazkodnak a játékosok. Elképzelhető, hogy az elvételt fogják egy, fogják egy picit variálni, elképzelhető konkrétan a csempék felhelyezését, akkor mondani a csokoládék felhelyezését fogja egy picit új újra gondoltatni a játékosokkal, és ezáltal növeli az újrajátszhatóságot. Nagy sikerű társasjátékoknál gyakran előfordul, hogy újra tematizálás történik. Ez elképzelhető, hogy mindössze a külcsín cseréje, elképzelhető, hogy mechanikailag is variálnak benne egy icipicit. Például a patchwork esetében érkezett egy Halloweeni, érkezett egy norvégos, érkezett egy szerelmes. Mechanikailag nem történt variáció, hanem tulajdonképpen egy átszínezése történt az alapjátéknak. A centőri gólem esetében sem sikerült hatalmas nagy változtatás eszközölni, mindössze csak az arculatot cserélték le, de például a Lovecraft letterben, a Love Letternál módosítása történt, és igazából nem Mindegy, hogy melyik levletört veszed, meg a csapásod, vagy éppen a tanaszosod, lesznek benne mechanikai változtatások. Az Azul esetében én ezt nagyjából 1.2-re teszem. Ez egy azótásos játék, amit én nagyon szeretek. Hosszan rengeteg videóban beszéltem már arról, hogy miért tartom az alapazót minden idők egyik legjobb társasjátékának, játékának, legnagyobb a legnagyobb újrajátszhatósága rendelkező társas játékának. Csodálatos. Az eszköz, a döntés, amit a játékos kezébe tesz, fantasztikus. Nagyon szerettem hozzá a kiegészítőt is. És ebben a játékban igazából annyi változtatás hogy ezeket a manufaktúra korongokat beletették a játékba, és a játékosok eldönthetik, hogy szeretnének ezzel extra fűszert tenni a döntéseik mögé. Az azult a játékok egyik kardinális kérdése a külcsín, illetve az alkatrészkészlet. Incsiklandó. Mint termék varázslatos, és a plembi bár elkéri az árát, de szerintem az, amit a játékosok kezébe rak, csodálatos. Csokoládé. Egyszerűen be akarom kapni, és volt egy mikor játszhatáson is, konkrétan láttam a játékost, hogy ez, ez, ez milyen, milyen finom lehet, és hogy megbeszélték, hogy konkrétan melyik bombon milyen, milyen ízvilággal dolgozhat. Tehát, mint termék, mint, mint alkatrészkészlet, nagyon szépen rímel az alapjátékra, igazából nem történt több alkatrész betétel, hanem a meglévőknek valamely cseréje, de mindez elképesztően esztétikus. Én nagyon szeretem, amikor egy hozzátett játékszabály opcionális. Ez az Azul 1.2, mint említettem, de játszható 1.0-ként. Tökéletesen kihagyható ez az extra szabály, és szoktam is javasolni, hogy amikor olyan játékosoknak tanítod ezt a játékot, már mint a csokoládé akik nem ismerik az alapazult, jó egyet játszani csak úgy alapból. És nekem ez a kikapcsolhatóság kifejezetten szimpatikus, tehát játszható a pont kettes változat nélkül. Szerintem ez egy felhasználó barátgesztus a kiadó részéről, én örülök neki. Alapvetően én az azul játék szabályával elégedett vagyok. Mindenre szépen kitér, és azt érzem, hogy ezt az új szabályt cipőkanállal kellett belepréselni. Őszintén én jobban örültem volna, hogyha részletesebben ki vannak fejtve az újdonságok, illetve ezeknek a szabályai, nekünk böngésznünk kellett, illetve ez a melyik piros, melyik kék sem egyértelmű, hogy akkor most a peremét vagy a belsejét nézzük, hozzászoktunk, de a kis kényelmes lekennek jobban esett volna, hogy egyértelműbb a szabály. A csokoládé műhely, ahogy egyébként az alap azul is, számomra ketten a legjobb. Nagyon jól tervezhető. A folytatások is szépen megoldják két főre, de valahogy ez az öt forduló alatt a teljes húzózsák kiürül, és tudom számolgatni, hogy mit hova pakoljak, mi, minek van kifutása, minek van értelme belekezdeni, számomra nagyon szép. A csokoládé műhely ezen a szép, szimmetrikus elegancián bont egy picit, megbocsátom neki, mert izgalmakat ad, újabb taktikai döntéseket érzek minden forduló elején, nagyobb a tét, hű, azon a manufaktúra korongon öt csempe van. Ezáltal egy picit újra kell drótoznom magam, és folyamatosan minden forduló elején egy új meglepetést kapok ami nekem továbbra is két hűvel az igazi. összénél szóval nem tudok sok csokoládés társas játékot. Nemrégiben jelent meg egy Chocolate Factory című játék, ami magyarul nem kapott terjesztést, valamint a ThinkFun-nak van egy jó kis egyfős csokoládé pakolgatós bombonos játéka, de én imádom ezt a csokoládé témát. Konkrétan kézbe venni ezeket az alkatrészeket, olyan olyan szívmelengető, és olyan karácsonyi. És számomra egy picit populárisabb ez a csokoládékot pakolgatunk, mint csempéket pakolgatunk. Könnyebb a játékról beszélni, és szerintem egy picit önazonosabb is ehhez a mechanizmushoz. És végül, de nem utolsó sorban a záró gondolatom, az azul műhely egy tökéletes karácsonyi ajándék. Azoknak, akiknek szerintem nincs meg az alap azul. Mivel olyan fúgda nagy változtatás nincs benne, fennmarad a kérdés, hogy... Akinek megvan az alap azul, érdemes e beruházni erre az újra. Nem tudom, nekem olyan nagy tuvája, nagy extra megfejtés nincs, viszont hogyha nincs meg valakinek az azul ö, első része a csempés változat, akkor én egyértelműen ezzel futnék. Több, gazdagabb, és pláne úgy, hogy simán játszható vele a, 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 az a kérdés az, hogy ha neked nagyon tetszen egyébként a kristálymozai kiegészítő, akkor ezzel a változattal e, fura vegyes hatást kelt. Úgyhogy a kiegészítő nélkül, de emme pici plusz oldalékkal szerintem egy csodálatos termék és egy csodálatos karácsony ajándék a csokoládé műhely. Ajánlom minden leendő rajongó figyelmébe. Nagyon szépen köszönöm ezt a társasjátékot a Game hogy beszélhettem róla nektek, és bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, el ne felejtsetek lájkot like dobni. És most ti jöttök. Beszélgessünk a csokoládé műhelyről egy picit, a gondolatétokat kérlek osszatok meg oda lent a kommentek közé. Remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó csokoládé pakolgatást, és természetesen jó játékot. Sziasztok!